Megtelt a Babics Mihály Kulturális Központ rendezvényterme, hiszen itt szervezték meg Berlinger Attila és Szijjártó Péter pódiumbeszélgetését. beszélgetését. A külügyminiszter öt fontos témában osztotta meg gondolatait a szexárdiakkal. Terítékre került a háború, az európai parlamenti választások, Paks 2, az M9-es és a térség viszonylag hátrányos helyzete is. Két és fél éve nap mint nap kellett és kell megküzdenünk azért, hogy ez az ország Magyarország kívül tudjon maradni a háború. Ugyanis nap mint nap ér minket olyan nyomásgyakorlás, amelynek a célja az, hogy minket is belenyomjon, belepréseljen a szomszédunkban zajló háborús cselekményekbe. A miniszter szerint az Európa-parlamenti választáson azt is figyelembe kell venni, hogy a háború kitörése óta a vezető politikusok hibát hibára halmoztak, és azóta sem találják a megoldást. Továbbá a vezető pártok egyértelműen balra fordultak, ezért új, jobboldali, békepárti erő megszervezésére van szükség. A kérdés az, hogy ez a tömb, ez a család vagy politikai közösség, amely sok-sok darabból áll, ugye a nemzetek szerint válogatva, mekkora erőre tud szert És nekünk itt Magyarországon az a felelősségünk, hogy a, az Európai Parlament leendő békepárti táborában minél több táborába, minél több képviselő delegáljunk. Rajtunk nem újon. Az, hogy az Európai Parlament jobbra forduljon, hogy az Európai Parlament a békepártiság irányába fordulhasson. Paskettővel kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatok jól haladnak, ez a beruházás egyértelműen az ország és a térség javát szolgálja, hiszen egyrészt az energiaellátás biztossá válik, és nem mellesleg munkahelyeket is teremtenek ezzel. Ami egyértelműen a térség viszonylagos lemaradásának leküzdését is szolgálja. Körbevettünk 40 futballpályányi területet 23 méter mélyen, egy méter széles betonfallal a, az első beton öntésére az év végén sor fog kerülni. Másfél millió köbméter földet már elvittünk, most megkezdjük a 23 méter mélységű történő kitermelést. Végezetül kitért még az M9-es autóút építésére is, amivel kapcsolatban annyit mondott, szexszerd nélkül M9-es sincsen.